nem adtak helyt a kizárási indítványnak. Mennyire meglepő ez? Hát azért sajnos az a rossz tapasztalata az embernek a magyarországi bírósági gyakorlatban, hogy az a kizárási indítványok 98%-át elutasítják ilyen olyan ürüggyel. Mint hogy a terrorvádaknak is a 98%-át elutasítják, ezért kérdeztem. Igen, tehát szerintem megalapozott volt, és van is rá precedens, tehát ezt az ügyvéd el is mondta, hogy a Kosziklán ügyben pont ugyanezért az ítélőtáblát kizárták, és egy másik ítélőtáblán folytatták, mert hát oda vették fel azt a bírót, aki első fokon tárgyalta az ügyet, tehát szerintem nem is értem egyébként, hogy ezt az fölös ítélőtábla miért nem érzékelte, hogy ez rendkívül kellemetlenül jön ki. Hát ez nagyon fontos, hogy erre nemzetközi jogi precedens döntések és Magyar Alkotmánybírósági állásfoglalás is van, hogy még a látszatát is kell kerülni a bíróságnak, nem csak a konkrétan a pártosságot, hanem a pártosság látszatát is kerülni kell, és ez tipikusan egy olyan dolog, ami látszatra hát igazából nem néz ki jól, hogy egy ilyen botrányos ítélet, ami az egész országban azért mindenki által ismert, ennek az bíróját ide egyből fölvették, szinte mint egy jutalomként. Márciusban meghozta a döntést, júliusban megpályázta, és ősszel már itt volt bíró. Hát gondoljuk, hogy ez az, és amikor még ráadásul a helyi vezető nem is hajlandó foglalkozni azokkal a súlyos problémáknak az állampolgár által beadott észrevétel gyűjteményével, amit ugye Ignác György ítélkezési gyakorlatához kapcsolódóan beadtak, és így bevédi kvázi, hogy senkinek sincs joga ilyet még felvetni se, ez további bizalomvesztés számunkra az itt fővárosi tábla, mint intézmény ellen. Tehát a bírói tanácsot nem tudjuk megítélni, mert nincs tapasztalatunk róla, de hát életszerű, hogy poligaritás találkozás, tehát ez most tudok erre mit mondani, tehát ez volt. A másik dolog az mondjuk, hogy az Alkotmánybíróság és az EU előzetes jogi kontrollját elutasították, ugye mögött lehet az is, hogy ők egyetértenek velem a jogértelmezésemmel, de ez ugye nem derült ki. Ez már sajnos ez csak a döntésben fog kiderülni. Mert én azt gondolom, hogy a hatályos jogszabályok szerint, 2009-ben hatályos jogszabályok szerint, amikor ugye ez az egész indult, ez az eljárás, nem is terrorcselekmények ezek, tehát nem szabadna úgy él. Nem is úgy indultak, ezek rongálásként indultak a nyomozások során, tehát ez az MSZP követelésére, az akkori kormánypárt követelésére meggyőződésem szerint emiatt minősített át az ügyészség, és utána azóta is így fut. De szerintem ez nem így van. A jogszabályból nem ez következik. Nem tudjuk, hogy a bíróság mit gondol. Ha azt gondolja, amit én erről, akkor az jó, meg amit az ügyvédem, hanem azt gondolja, amit az ügyészség, az rossz. De ez jó lett volna egy alkotmánybíróság, vagy egy EU-s normakontroll. 102 és fél évnyi büntetés vár még 10 vádlottra. Így többek közt Budaházi György is öregkoráig fegyházbüntetésre számíthat, miután Novák Katalin államfőként sajnos nem adott kegyelmet a vádlottak többségének, inkább csak azoknak adott, akiket már amúgy is első fokon felmentettek. Így a 117 évből, tehát 102 és fél év még hátra van sajnos. A felmentettek között mondjuk olyan súlyos bűnözőket látunk, például azt a lányt, aki a vád szerint kapucnis pulóvereket mert varni vádlottársainak, bár ezek a kapucnis pulóverek sem kerültek elő, jellemző egyébként az eljárásra, csak valaki állítja, hogy történt ilyen. Sajnos bár Káder János 1956 után 7 évvel általános közkegyelmet gyakorolt, most viszont például Budaházi György még mindig házi őrizetben van, sőt a Polt Péter vezette ügyészség súlyosbításért fellebbezett az összes személy esetében. Ezért, hogyha Novák Katalin államfőként nem adnak kegyelmet a 10 vádlottnak, és ismét 102 és fél év vagy az ügyészség elvárása szerint akár még több fegyházbüntetés várna a vádlottakra, akkor készek vagyunk az országgyűlésben is benyújtani azt a közkegyelmi javaslatot, amit sajnos egyébként a Fidesz 2016-ban és 2017-ben is leszavazott a magyar országgyűlésben. Nem egy kommunista vérbíróról beszélünk, aki 117 évnyi szabadságvesztést kirótt a 17 vádlottra, hanem maga Áder János nevezte ki azt az Ignác Györgyöt, akit aztán
ezután a botrány után úgymond felfelé buktattak a fővárosi ítéletálbán. Épp most itt ezen a bíróságon lehet immár bíró, ami az elfogultság gyanúját is felveti azokkal a bírókkal szemben, akik most a kollégájuk korábbi ítéletét kellene, hogy feleviteli bíróságként itt a fővárosi bíróságon kritikával illessék. Volt már arra példa, hogy egy 2/3 kormánytöbbségnek nem minden tagja, nem minden képviselője egységes. Van esetleg arról bármilyen háttérinformáció, hogy lennének a Fidesz pacsoraiban ülő parlamenti képviselők, akik a budaházi ügy mellé állnának, és esetleg a frakció fegyelemmel szemben szavaznának? Természetesen próbálunk lobbizni úgymond a parlament folyosóján is, de azt látjuk, hogy egyelőre a nyilvánosság előtt nem láttuk még elítélni például azt az elsőfokú döntést, ami 117 évnyi szabadságvesztést rótt ki. Nagyon fájó azért ez a kettős mérce, hiszen gyilkosokra sem szabnak ki olyan börtönbüntetéseket, amiket itt most láthattunk. Maga Biszku Béla is az 1956 utáni megtolások vezéralakja. Egyetlen egy napot sem kellett még előzetes letartóztatásban sem töltsön, sajnos az elszámoltatás elmaradt, és eközben terrorpert kiáltanak, miközben itt a migrációs válság közepette nagyon is jól tudjuk, hogy mit jelent egy valódi terrorizmus, nem például azt, hogy valaki kapucnis pulóvert var. Ugye most fordult célegyenesbe ez az egész eljárás, tehát most kell összefognunk, és még az utolsó erőnket összpontosítanunk, mert úgy érezzük, hogy itt tavasszal valamiféle eredmény fog születni, tehát kérek mindenkit, hogy álljon mellénk, figyelje a szabadságot.com weboldalnak és az egyéb internetes felületeinken a híreket, és írja alá a petíciót, és most mi mindig is érezzük azt a támogatást, ami a társadalom felől jön, de kell, hogy a kormányzat is érezze, hogy itt nem Budaházi Györgyről, vagy esetleg erről a 10 emberről van szó, hanem itt egy az egész társadalmat érintő, mindannyiunkat érintő ügyről van szó, és amíg ezek az emberek eljárás alatt vannak, addig minden magyar szív eljárás alatt van, úgy érzem. Egy parlamenti pártnak a frakcióvezetője milyen nyomás gyakorol a bíróságon a független bírókra? Helyes, hogy itt van egy politikus? Nézzem, szokott politikus eljárni egyébként bírósági tárgyalásokra, de itt most nem is elsősorban politikusként vagyok jelen, hanem bajtársaimról van szó. Tehát olyan hazafiakról, akik 14 éve szenvednek egy a Gyurcsány kormány alatt elindított koncepciós jellegű eljárásban, ahol legutoljára a bíró, az Ignác nevű bíró úgy mondott ítéletet, hogy a pártatlanságnak a látszatát is elkerülve, személyeskedve, gyűlölködve beszélt a hazafiakról, akikkel kapcsolatban már egyetlen egy dologban bízom jó pár éve, a köztársasági elnöki kegyelemben, és az pedig politikai ügy, tehát ezért szólaltam fel a hazafiak érdekében, Budaházi Györgyék érdekében a parlamentben, és ezért dolgozom azon, hogy ez a kegyelem, hál' Istennek most már az ügy érintettjei esetében, akiket kisebb súlyú ügyekkel vádoltak meg, ez már ugye megtörtént, de én azt szeretném, hogy mindenki, tehát az első rendű vádlott, aki nekem nem vádlott, hanem a bajtársam, Budaházi György esetében is, ez a köztársasági elnöki kegyelem megszülessen. Én ebben bízom, a bíróságban sajnos nem tudok bízni azok után, ahogy Ignác bíró viselkedett, már pedig itt fővárosi ítélőtábla épületében vagyunk. Ezzel kezdődött a bírósági tárgyalás, hogy itt a munkatársai azok, akik most eljáró bíróként másodfokon majd ítéletet mondanak, annak a bírónak, aki itt személyeskedett, és láthatóan gyűlöli a hazafiakat. Tehát én azt gondolom, hogy a politikának, és hát végsősorban a kormánynak és a köztársasági elnöknek a kezében van a lehetőség, hogy lezárja végre ezt az ügyet. Egyetlen egy lehetőség van, tehát a kegyelem, nem csak néhány érintett esetében, hanem mindenki esetében. Ezen dolgozunk, és ezért indult most például a szabadságot.com címen egy honlap. Első között írtam alá azt a petíciót is, amit küldünk a köztársasági elnök asszonyhoz, és én ezért is vagyok itt, túl azon, hogy a barátaimról és a bajtársaimról van szó.